február 25-én önök, hódmezővásárhelyiek, példát mutattak összefogásból és kitartásból. Megmutatták, hogy igenis le lehet győzni a félelmet és a korrupciót. Nem kértek a fideszes lejárató kampányból és a hazugságokból sem. A vásárhelyiek visszaszerezték a városokat. Én úgy gondolom, hogy április 8-án Magyarország minden településén a vásárhelyiek példáját kell követni. Hazánk biztonságának megőrzése alapvető feladat minden egyes kormány részéről. A Jobbik kormányra kerülve garantálni fogja, hogy a kerítés megmarad, és garantálja azt, hogy Magyarország nem lesz bevándorló ország. A kerítést határőrséggel fogjuk megvédeni. Számunkra a magyar emberek biztonsága az első, sem szegény, sem pedig gazdag migráns nem kívánunk betelepíteni az országba. Nekem minden magyar ember a szövetségesem. Éppen ezért írtam nyílt levelet a héten a választókerület baloldali érzelmi polgárainak. Ebben megfogalmaztam, hogy a mai Magyarországon a társadalom egyes csoportjai között már nem az a kérdés, nem az a valódi törésvonal, hogy ki baloldali és ki jobboldali, hanem az, hogy ki akar kormányváltást és ki nem. Ki az, aki azt kívánja, hogy Magyarország folytassa az útját ezen a leszakadó pályán, vagy pedig felszárkózó és felemelkedő ország szeretne lenni. Ez a közös célunk, és ez köt össze bennünket. Függetlenül attól egyébként, hogy milyen világnézettel vagyunk. Lázár Jánossal szemben nekem van egy valódi választókerületi programom. 12 fejezetből áll, és közel 70 pontja van, amelynek fő célja a magyar vidék felemelése. De meg szeretném azt is köszönni, hogy dr. Markizay Péter polgármester úr támogatásáról biztosított. Továbbá meg szeretném köszönni Jakab Tamás, a Momentum képviselőjelöltjének, hogy visszalépett, és visszalépésével arra kérte a szavazóit, hogy engem támogassanak. És köszönöm Pongrácz Gergely LMP-s jelöltnek is a támogatást, aki azt kéri a szavazóitól, hogy egyéni szavazatukat rám adják le holnap. De köszönöm szépen nekik is. Elgondolkoztam, hogy mit tennék, ha fideszes politikus lennék. Nagyon hosszú listából fogok idézni. Ha én fideszes politikus lennék, akkor úgy választanék pártot, hogy melyik párttal jutok leghamarabb hatalomba. Ha én fideszes politikus lennék, akkor úgy választanék vallást, hogy melyik vallás a többségi vallás abban a városban, ahol hatalomra akarok kerülni. Keresnék egy olyan befolyásos politikust, aki mellé szegődve gyors karrier tudnék befutni. Machiavellire hallgatnék, aki azt mondja, hogy mert mi a jó a fejedelemnek, hogyha szeretik, vagy ha félnek tőle. Hát az a jó, ha félnek tőle, mert ha szeretik, attól még elárulják. Hogy félnek tőlem, hatalmátvétel után rögtön kirúgnék mindenkit, aki vezető állásban van. Hogy féljenek tőlem, az ellenfeleknek akkor is utána nyúlnék, hogyha maguktól mentek el. Hogy félnek tőlem, az ellenfeleimre ráúszítanám az adóhatóságot, azokra a vállalkozókra, akik ellenszegülnek, azokra minden építésügyi és egyéb hatóságot is ráúszítanék. Valamennyi pozícióba, vezető pozícióba, de lehetőleg minél több pozícióba saját embereimet ültetnék. Ha fideszes lennék, akkor csak tőlem függő emberekbe bíznék. Arra kérem önöket, hogy mutassák meg holnap a választáson, hogy a fideszes politikusoknak sem dőlünk be. Mutassák meg holnap a választáson, hogy önök akkor is tudnak az esélyes ellenzéki jelöltre szavazni, hogyha nem az ön értékrendjét osztják. Itt Hódmezővásárhelyen. Itt is mindenkit arra kérek, hogy menjünk el holnap szavazni. A választáson mindannyian szavazzanak az önök szívének legkedvesebb ellenzéki pártra, de azt nézzék meg, hogy ez egy olyan párt legyen, aki biztosan bejut a parlamentbe, tehát 5%-ot el fog érni. Különben a szavazatuk ezen része elvész. Egyéniben
Mindenkit arra kérek Hódmezővásárhelyen, hogy szavazzon dr. Kis Attilára. Mert bár Hódmezővásárhely példát mutatott összefogásból február 25-én, a pártok ezt a példát sajnos nem tették meg, de mi, választópolgárok, és különösen mi itt, Hódmezővásárhelyen, Makón, Algyőn, Székutason, és sorolhatnám a sok-sok települést, mi tegyük meg azt, hogy összefogunk, nem engedjük, hogy megvezessenek bennünket, mutassuk meg, hogy nem akarunk zsarnokságban élni, hogy nem tűrjük el a korrupciót, és nem tűrjük el a megfélemlítést.